Kedd délelőtt tárgyalta a nyíregyházi törvényszék annak az édesanyának az ügyét, akinek a gyermeke még 2018. július 13-án délelőtt 11 óra körül súlyos égési sérüléseket szenvedett. A vádirat szerint a vádlott élettársával, 5 kiskorú gyermekével és édesanyjával élt együtt szegényes körülmények között egy komfort nélküli családi házban. 2018. július 13-án délelőtt a legkisebb gyermeke fürdetéséhez vizet forralt a rezsón, és azt egy műanyag lavorban a szoba padlójára tette, annak ellenére, hogy tudta, a szomszéd szobában lévő 2 éves gyermekére senki nem felügyel. A gyermek anélkül, hogy az édesanyja észrevette volna, bement a szobába és beleült a forró vízzel telt lavorba. Olyan súlyos égési sérüléseket szenvedett el, hogy életveszélyes állapotba került és mentőhelikopterrel kórházba szállították. Annak következtében, ami történt, a gyermeknek az alsó testrészén, combján, falkofáján másodfokú égési sérülés szenvedett el, a testfelszín kb. 15%-án, és közvetett életveszélyes állapotba is került a gyermek, melyet a szakszerű orvosi ellátás hárított el. A gyermek sérülései égése kb. 4 hét alatt gyógyulta. A vádlott a tárgyaláson beismerő vallomást tett. Lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, amelyet a bíróság elfogadott, ezért lehetőség nyílt ítélethozatalra már az első tárgyaláson. Láni a vádlott bűnös testi sértés vétségében, mely a büntető törvénykönyvünk 164 szakasz első bekezdésébe ütközik, de a 9. bekezdés C pontja szerint minősül. Ezért a bíróság 1 év fogház fokozatban végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítéli. Melánia vádlott a szabadságvesztésből a büntetés 2/3 részének, de legkevesebb 3 hónapnak a kitöltés után bocsátható feltételes szabadságra. A törvényszék a szabadságvesztés végrehajtását 2 év próbaidőre felfüggeszti. A vádlottnak 149.000 forint bűnögi költséget is ki kell fizetni. Az ítélet egyelőre nem jogerős. Az ügyészség 3 nap gondolkodási időt tartott fenn. A bíróság enyhítő körülményként említette, hogy a vádlott büntetlen előéletű, beismerte és bevallotta bűnösségét, rögtön orvoshoz vitte a gyermekét, illetve korlátozott a beszámítható képessége.